Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim, Uraim, tisztelt képviselőtestület! Köszöntöm Önöket, köszöntöm a meghívott vendégeinket, a média képviselőit. Megkezdjük a mai munkánkat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Földváriné Vizsuzsa képviselőasszonyt és Szurcsikné Fábián Gyöngyi képviselőasszonyt kérem fel. A napirendekkel kapcsolatban annyi módosítási javaslatom van, hogy az előterjesztés a házi szennyvízhálózat használatáról szóló rendelet tervezetet, vagy ezt a témát vegyük le a napirendről, majd a következő ülésünkön tárgyaljuk, és a 14-es napirendnél pedig azt javaslom, hogy az úgy szóljon, hogy előterjesztés az önkormányzati többségi tulajdonú társaságok ügyvezetői részére kírt 2014 évi prémium feladatok teljesítéséről és a 2015 évi prémium feltételeiről. A pályázatos napirendnél kaptak egy kiosztásos anyagot. Egy korábbi döntésünket módosítjuk a komplejáró felújítására benyújtandó pályázatunk tárgyában. Más kiegészítésem nincs a napirendekhez. Képviselőtestületnek van-e valamilyen javaslata napirendekhez? Bertanicné. Igen, köszönöm szépen a szót. Én szeretném javasolni a 19-es napirendi pont áttételét a novemberi testületi ülésre, ez pedig a helyi adókról szóló módosítás, mert nem látom most, hogy miért van értelme kimondottan csak a telekadóról dönteni, amikor novemberi ülésen minden adónemről döntés fog születni a 2016. január 1-től hatályos mértékekről. Köszönöm. Bizonyára elkerülte képviselőasszony figyelmét, hogy bár most döntünk ennek az adófajtának a feltételeinek a módosításáról, de a hatályba lépése az 2016. január 1-től lesz aktuális. Azért döntünk most róla, tehát jó okunk van arra, hogy ezt mostani ülésünkre hoztuk be, mégpedig azért, hogy elkerüljünk a telekadóval kapcsolatos mindenféle spekulációs törekvéseket, elképzeléseket. Tehát az önkormányzatnak érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt a mai testületi ülésen megtárgyaljuk. Van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor először a Bertanicz Vilmosné indítványáról szavazunk, tehát ő azt javasolta, hogy az helyi adókról szóló napirendet vegyük le. Én ezt a javaslatot nem támogatom. Képviselőtestület egyetért vele? Hogy nem támogatom. Igen. Tehát kiért egyet Bertanicz Vilmosné javaslatával? Jó. Ki van ellene? Jó. Ki tartózkodik? Akkor ha jól értettem, akkor egy tartózkodással 6 nem szavazattal, és ha jól értettem, akkor képviselőasszony nem szavazott a saját indítványáról. Akkor a napirendekről szavazunk, tehát kiért egyet az előterjesztés szerint a napirendek megtárgyalásával, kérem szavazni. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Mielőtt belefognánk a munkánkba, szeretném jelezni, hogy elég szép számmal, mint egy 34 napirendet fogunk tárgyalni a mai napon. Tehát összefogott, célirányos, fegyelmezett munkára van szükség, hogy időben végezzünk. Az első napirendünk szokás szerint a beszámoló, a két ülés közti eseményekről, átruházott hatáskörben hozott döntésekről. Az eseményekhez nincsen különösebb kiegészítésem, viszont két dologról
Mindenképpen szeretnék szót ejteni. Egyrészt szeretném kezdeményezni, hogy ennek a napirendnek a keretében a képviselőtestület döntsön arról, hogy a Kárpátalján nehéz helyzetbe került magyarok megsegítésére önkormányzatunk is nyújtson támogatást. Tudott önök előtt, hogy mi a helyzet Ukrajnában, az is tudott, hogy a Kárpátalján élő magyarok egyébként is háborútól eltekintve is nehezebb helyzetben vannak, mint akár az ott élő nem magyar nemzetiségű polgárok. Ebben a jelenlegi helyzetben pedig különösen nehéz megtartani a magyarságukat és egyáltalán megélni a mindennapjaikat. Ezért Magyarországon program, akció indult arra, hogy a települések segítsék, támogassák a kárpátaljai magyarságot. Megkerestem a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárát, Potápi Árpád urat, azzal kapcsolatban, hogy a miniszterelnökségnek milyen információi vannak, mely magyarok azok, melyik az a réteg, aki a leginkább segítségre szorul, és mi az a csatorna, amin keresztül segíteni, támogatni tudjuk az ottani magyarokat, tehát mi az a csatorna, amin megbízhatóan oda is kerül a forrás azokhoz, akiknek szeretnénk adni. Ezzel kapcsolatban államtitkár úr segítséget ígért, néhány napon belül fogok arról tájékoztatást kapni, hogy egyrészt mely település, vagy mely réteg az, akit leginkább szükségesnek ítélnének támogatni, és milyen csatornán keresztül tudjuk biztonsággal eljuttatni az erre a célra szánt támogatást. Egyébként pedig azt javaslom a képviselő testületnek, hogy fordítsunk 2 millió forintos keretösszeget a kárpátaljai magyarok támogatására, és kérem önöket, hogy hatalmazzanak fel arra, hogy az ezzel kapcsolatos teendőket a miniszterelnökség tájékoztatása után megtegyem. A másik kiegészítésem a két ülés közti eseményekkel kapcsolatos napirendhez, az az önkormányzat fejlesztési tartalékáról, vagy másképp mondjam, befektetési portfóliójával kapcsolatos fejezethez tenném meg. Ugye ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk egy korábbi rendkívüli ülésünkön, és tettünk intézkedéseket a portfóliónk áthelyezése érdekében. Szeretném hangsúlyozni önöknek, hogy erre nem azért volt szükség, mert bármikor is az önkormányzatunk befektetései veszélyben lettek volna. Nem azért, mert attól kellett tartanunk, hogy sok más településhez hasonlóan esetleg bedőlnek a elveszítjük a befektetéseinket, bedől a költségvetésünk és fizetésképtelenné válunk. Ilyen helyzet Mohács esetében soha nem állt fent. Ezek intézkedéseket elsősorban a brókerbotrányok miatt várható pénzpiaci elbizonytalanodás, az önkormányzatunk esetleges megbélyegzésének az elkerülése miatt tartottam szükségesnek. Alapvetően a befektetéseinket egyébként is állampapírokba és magyar állami cégek papírjaiban tartottuk. Többségében olyan, vagy szinte kivétel nélkül olyan papírokba, amelyek teljesen biztonságosak voltak. Minden esetben megvizsgáltuk a befektetések hátterét és alaposan átgondoltuk a befektetéseinket. Ehhez alkalmaztunk egy befektetési tanácsadó céget. Ugye most nevezzük ezeket brókereknek, meg most már ugye lassan a broker szó a szinonimája a csalónak. Tehát ezért szeretném
szeretnék megkülönböztetést tenni, mert igenis vannak tisztességes olyan befektetési tanácsadók, akikkel érdemes együttműködni és együtt dolgozni. De mivel ugye várható volt ez a pénzpiaci elbizonytalanodás, egyébként a kormányfő is arra hívta fel a kormányzati állami szerveket a február 25-i kormányülésen, hogy az összes állami intézmény pénzét ki kell venni a broker cégektől, ezért mi arról döntöttünk, hogy az állami hátterű pénzintézetnél helyezzük el a befektetéseinket, ezért a takarékbankhoz transferáltuk át a befektetési portfóliónkat. Azt szeretném, egyébként hozzáteszem, hogy a korábbi befektetési tanácsadónkkal együtt az utóbbi 3 évben átlagosan 20% feletti hozamot értünk el, de az elmúlt 5 évet tekintve is 20% körüli éves hozamot, éves eredményt tudtunk elérni a befektetési portfóliónk kezelésével, forgatásával. Ez nem kevés összeg, tekintve, hogy 2,5 milliárd és 3 milliárd forint közötti nagyságú a fejlesztési tartalékunk, befektetési tartalékunk. Tehát ezzel egyrészt arra szeretnék utalni, hogy azért nem teljesen igaz az, hogy nem lehet a befektetési piacon 20% körüli hozamot elérni. El lehet érni megfelelő szakértelemmel, körültekintéssel, odafigyeléssel. Nyilván nem a pilótajátékokat űző befektetési tanácsadókkal kell kapcsolatot felvenni. Természetesen lehet azt mondani, hogy azok, akik ebbe a csapdába beleestek, azok ezt előre nem tudhatták, nekem erről egy kicsit más a véleményem. Arról is egy kicsit más a véleményem, hogy akkor, amikor egyébként pénzügyi, tehát kötelezően pénzügyi szakembereket foglalkoztató önkormányzatok befektetései elvesznek, amikor elveszítik a forrásaikat, a pénzüket, akkor azonnal szaladnak a kormányhoz és követelik az eltapsolt pénzeiknek a megtérítését, kifizetését. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül indokolt az, hogyha valaki meggondolatlanul helyezi el a pénzét olyan tanácsadónál, úgymond, vagy olyan brókernél, aki nem korrekt, nem tisztességes, nem reális hozamot ígér számára, akkor nem biztos, hogy ezért minden esetben mindig az államnak kell helytállni, az sem biztos, hogy a rosszul gazdálkodó településeket is mindig az államnak kell kihúzni a bajból, mert ilyenkor azt gondolom, hogy joggal érezhetik kicsit baleknak magukat azok, akik megfelelőképpen gazdálkodnak, és akik megfelelőképpen bánnak a befektetéseikkel. Félreértés ne essék, itt nem arról van szó, hogy azokat az egyszerű embereket, tehát nem arról van szó, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy azok az egyszerű emberek, a szlogenben úgynevezett háziasszonyok megsegítését, vagy háztartások megsegítését kifogásoljuk, akik természetesen nem rendelkezhetnek adott esetben megfelelő pénzügyi ismeretekkel, és a megtakarított forrásaikat szélhámosok eltapsolták. Nyilván az ő segítségük indokolt, és indokolt az is, hogy a kormány ilyen esetben a segítségükre siessen. Én azt szeretném csak mondani egy olyan önkormányzat vezetőjeként, amelyik már több mint 15 éve úgy gondolom, hogy jól, takarékosan gazdálkodik és eredményesen gazdálkodik, hogy bizony nem feltétlenül látjuk indokoltnak azt, és a korábbi évek munkáját látjuk, korábbi évek munkájának a megkérdőjelezését látjuk akkor, amikor a rosszul gazdálkodók, a több milliárdos adósságot felhalmozók kapják adott esetben az állami segítséget, és követelőznek még további segítségért. Én azt gondolom, hogy ez egy alap, hogy egy gazdálkodó szervezet, legyen az önkormányzat, vagy bármely vállalkozás, az jól ellátja a feladatát, jól gazdálkodik,
Úgy hiszem, hogy ebből az alapból kiindulva kell és érdemes értékelni az ilyen tevékenységeket. Most ennyit azért a fejlesztési tartalékunkkal kapcsolatos elvégzett teendőkhöz. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, az pedig a Mohácsért közalapítvány támogatásával kapcsolatos fejezet az előterjesztésben. Az előterjesztésben írjuk, hogy a Bursa Hungarikára biztosított keretünkből 674 ezer forintot nem tudtak felhasználni azok, akiknek ezt megítéltük. Ezért ugye az 5 millió 880 ezer forintból 674 ezer forintot visszautaltak számunkra. Javaslom a testületnek, hogy ezzel a pénzzel a rászoruló középiskolás diákokat támogassuk, és ezt a forrást a Mohácsért közalapítvány rendelkezésére bocsássuk. Hát más kiegészítésem nincs ez a napirendhez. Képviselőtestületnek van-e hozzászólás igénye? Földváriné Vizsuzsa képviselőasszony. Én csak egy dolgot szeretnék itt helyesbíteni, mégpedig az 5. oldalon a március 26-ai rendezvényhez, ami a Mohács térségi óvoda központ bölcsőde és családi napközi nemzetiségi óvodáinak nyelvi munkaközösségének a rendezvénye volt, hogy nem helynek ottó tartotta az ünnepi beszédet, mivel nekem minisztériumban elfoglaltsága volt, hanem Engländerné Hokibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzat Oktatási Bizottságának tanácsnoka. Ennyi. Köszönöm szépen. Jó, más hozzászólás igény? Amennyiben nincs, úgy szavazunk a határozati javaslatokról azzal a kiegészítéssel, hogy akkor kérem határozati javaslatként elfogadni azt is, hogy a kárpátaljai magyarok megsegítésére önkormányzatunk 2 millió forint keretösszeget különít el, és megbíz azzal, hogy a rászorultakhoz, és megbíz a képviselőtestet azzal, hogy a rászorultakról való eljuttatásról gondoskodjam. Kérem, aki ezzel a kiegészítéssel a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk a népi ülnökök megválasztásáról szóló, bírósági ülnökök megválasztásáról szóló előterjesztés. A bizottsági véleményeket szeretném kérdezni. Először az Oktatási Bizottság véleményét. Köszönöm szót. A Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek az ülnököknek a megválasztását, és itt 12 ülnök plusz a pedagógus sok 4 ülnök volt, de mivel az 5-ös pontban 2 ülnök neve szerepel, és a 6-os pontban 70. életévét betöltötte a hölgy, ezért ő ezen nem vehet részt, ezért egyértelmű, hogy mind a 12, mind a 4 pedagógust megválasztásra javasoljuk. A nevek a következő: Bájerné Ludwig Klára, Bátfalvi Piroska, Bélavári Ferenc, Jónás Lászlóné, dr. Kovács Miklósné, Kovács Ásó Gertrúd, Molnár József, Ördög Gyöngyi, Párizs István, Reményi Gábor, Schmidt Edina, Schmidt Ferenc. A pedagógus ülnök jelöltek Kovácsné Bukberek Erzsébet, Kovács József, Reisz Ferencné és Szilasi Gáborné. Köszönöm. Jó, köszönöm. Tehát aki nem tudta volna elolvasni, vagy nem tud olvasni most azok részére, akkor nyilvánvalóvá vált, hogy kik a javasolt bírósági ülnökök. A pénzügyi bizottság hasonló javaslattal élt. A pénzügyi bizottság elnöke egyéb elfoglaltsága miatt kimentette magát a mai ülésről, és az ülés gyors lebonyolítása érdekében a pénzügyi bizottság véleményét a különböző napirendeknél majd a jegyzőkönyv alapján fogom ismertetni. Van ehhez a napirendhez valakinek kérdése, véleménye? Akkor kérem, aki a Kovács László képviselő úr által
felolvasott bírósági ülnökök megválasztásával egyetért, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. A következő napirendünk a Mácsváros közbiztonság helyzetéről szóló előterjesztés. Köszöntöm Dobó Ferenc urat, a Baranya megyei rendőrfőkapitányság gazdasági igazgatóját, ha jól mondom, és rendészeti igazgatóját, és Garambári Gábor urat, a Mohácsi rendőrkapitányság vezetőjét. Én megkérem az urakat, hogy szíveskedjenek kifáradni. És gondolom, hogy egy rövid kiegészítés lenne az előterjesztéshez. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon röviden engedjék meg, hogy legelőször megköszönjem azt a támogatást, amit 2014 évben önök is nyújtottak a rendőrségnek. Ez már nem csak erkölcsi támogatás, hanem itt a térfigyelőkamera rendszerek mellett működtetése kapcsán jelentős anyagi támogatás is. Én azt gondolom, hogy ez a közbiztonság szempontjából egy megtérülő jó befektetés. Úgy gondolom, hogy az írásos előterjesztés kellőképpen tartalmazza a különböző statisztikákat, számokat. Ebbe én nem szeretnék nagyon belemenni. Néhány sarokpontot szeretnék megemlíteni, ami itt a 2014 évben is fő szempont volt a mi működésünkben. A legfontosabb az, hogy a területünkön a biztonságot próbáljuk meg folyamatosan fokozni. Ez az ismertté vált bűncselekmény számából olvasható ki. Az anyagból kitűnik, hogy Mohács tekintetében 2013 és 2014 között is stagnálás látszik. Szeretném azonban hozzátenni, hogy a teljes illetékességi területünk 48 településből áll, és itt egy folyamatos csökkenés történt. 23%-os volt 2014-re ez a csökkenés, hiszen 780 bűncselekmény miatt folytattunk büntetőeljárást a 2014-es évben. Ez akkor különösen szembetűnő ez az adat, vagy akkor különösen pozitív, ha figyelembe vesszük azt, hogy 2010-ben ez az adat még ilyen 1500 körül volt, tehát gyakorlatilag 5 év alatt majd, hogy felére tudtuk csökkenteni az ismertté vált, általunk folytatott büntetőeljárásoknak a számát. Tehát nem csak Mohács város, hanem a környezete is, én azt gondolom, hogy egy nagyon biztonságos térség. Különösen annak fényében, hogy Baranya megyében az összes bűncselekménynek mindösszesen 7,8%-át követik el a Mohácsi rendőrkapitányság illetékességi területén, és ez egyébként a legkedvezőbb adat a megyében. Nyilván felmerül az a kérdés, hogy ezt a folyamatos csökkenést hogyan lehet elérni vagy fenntartani. Hát számos rendőrszakmai intézkedésre sort került, de néhányat hadd emeljek ki ezekből. Én azt gondolom, hogy legfontosabb a rendőri jelenlétnek a fokozása, hiszen ahol rendőr van jelen mondjuk a közterületen, ott nyilván nem követnek el bűncselekményt. Különböző szolgáltszervezési megoldásokkal eddig folyamatosan tudtuk növelni a rendőri jelenlétet, viszont a tavalyi évben, tehát 2014-ben a kormány egy nagyon jelentős többlettámogatást biztosított valamennyi rendőrkapitányságnak, mind túlóra szempontjából, mind pedig a többletszolgálathoz járuló üzemanyag felhasználás szempontjából. Ennek eredményeképpen, ami 2013-ban 38.250 órát töltöttünk osztterületen, az illetékességi területen, addig a tavalyi évben ez 63.700 óra volt, tehát egy borzasztó nagy emelkedés, és nyilván a bűncselekmény szám csökkenése ennek is betudható. A másik ilyen fontos, én azt gondolom, hogy a legfontosabb visszatartó erő az az, hogyha rövid időn belül az elkövető elfogásra kerül, és ő tudja, hogy egyébként ő meg lesz fogva, nyilván kevesebben követnek el bűncselekményt.
Tehát a nyomozási eredményességünket kell folyamatosan emelnünk. A tavalyi évben az elmúlt 5 év legmagasabb nyomozási eredményességét tudtuk elérni. A bűnügyi szolgálatunknál én azt gondolom, hogy kezdik a kollégák elérni azt a rutint, tapasztalatot itt az évek során, ami ehhez feltétlenül szükséges. A harmadik nagyon fontos a bűnmegelőzési tevékenység. Ezt próbáljuk itt Mohácson nagyon hangsúlyosan kezelni, és én azt gondolom, hogy az idősek, a fiatalok, a veszélyeztetett korosztályok felé kivitt ilyen jellegű programjaink kellően hatékonyak ahhoz, hogy megpróbáljuk őket egyrészt visszatartani az elkövetéstől, másrészt felhívni a figyelmet, hogy hogy tudják egyébként megvédeni magukat, hogyan tudják kikerülni azt, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak. És nagyon fontos, és a rendészeti szakmában egyébként furcsán szoktak rám nézni, de én azt gondolom, hogy a térség biztonságát az is nagyon jelentős mértékben fokozza, hogy a rendőr milyen kultúrával, milyen módon intézkedik, hiszen hogyha egy kultúrált, szakszerű rendőri intézkedésre kerül sor, és ez folyamatos, akkor egy idő után a térségben, ha nem is szeretik a rendőröket, de mindenképpen tisztelni fogják. Ennek viszont az az eredménye, hogy megbíznak bennünk, mindenféle problémával hozzánk fordulnak, és abban az esetben, ha mi még egy probléma keletkezése előtt tudunk az első jelzésre reagálni, akkor meg tudjuk előzni azt, hogy itt bármiféle jogsértés vagy bűncselekmény történjen. Tehát tisztelt Hölgyeim és Uraim, én úgy gondolom, hogy a mohácsi rendőrkapitányság 2014-ben egy eredményes évet zárt. Nyilván az együttműködőknek köszönhetően, így önöknek is, hiszen önmagában a rendőrség nem képes egy megfelelő közbiztonságot garantálni, ez egy sok tényezős tevékenység. A jövőben is azon leszünk, hogy minél inkább szolgáltató jelleggel próbáljuk meg ellátni ezeket a feladatainkat. A fő cél nekünk is az, hogy a város, illetőleg a térség fejlődjön. Ezt mi úgy tudjuk egyébként garantálni, hogy a közbiztonságot, közlekedésbiztonságot, határbiztonságot próbáljuk elérni. Nyilván biztonságos területre fognak érkezni a befektetők, vállalkozók is. Még egyszer köszönöm az önök munkáját, és kérem a beszámolom elfogadását. Köszönöm szépen. Van további kiegészítés? Köszönöm. A megyei főkapitány úr sajnos szolgálati elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni. Engem jelölt ki, és én ezt nyilván örömmel elfogadtam. Nem is tehettem volna más, de én szeretek Mohácsra jönni, úgy egyébként. Többször részt vettem már a munkába. Tisztelettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a város vezetését. A megyei főkapitány úr is nyilván ebben benne van az én véleményem is. Értékelését szeretném elmondani röviden a mohácsi kapitányság tekintetében. A mohácsi rendőrkapitányság szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott, szisztematikus munkát folytat, és nem csak ebbe a 3 évből, amit a kapitány úr és a beszámoló említett, a folyamat régebb óta kezdődik, igazándiból a kapitány úr színre lépésétől kezdődően egyre jobb szinten dolgoznak. Országos elvárások is megfogalmazódnak, nyilván a megyei főkapitány úr is határozott meg feladatokat, elvárásokat a mohácsi rendőrkapitányság és más kapitányságaink felé is. Ezeknek az egyik kivetülése az, amiről a kapitány úr itt a kiegészítésében is beszélt, az intézkedési kultúraváltás. Az intézkedési kultúraváltástól azt várjuk, ez a folyamat beindult, de nyilván szinte a végtelenbe el fog tolódni, mert mindig fogunk találni javítani valót. Tehát itt ennek az egésznek az a lényege, hogy nem feltétlenül a büntetés, hanem inkább a megelőzés kerül előtérbe, ez az egyik oldala a dolognak. Másik oldala az, hogy kifejezetten, határozottan az az álláspontja a rendőri vezetésnek, hogy nincs intézkedési kényszer, nincs helyszínbírságolási bevételi kényszer. Tehát a rendőröknek a jogsértés súlyának megfelelő differenciált intézkedéseket kell hoznia, és gyakorlatilag még használunk egy mozaik szót is, ugye PEST. Ez jelenti a partnerséget, az együttműködést, a
segítséget, segítést és a támogatást. Mind a két területen, tehát az intézkedési kultúraváltásban, illetve az előbb említett Pest által takart követelményrendszerben Mohácsi kapitányság jutott a megyénkben a legmagasabb szintre, nyilván azért még van mit javítani, ezért dolgozni kell. Ezek a követelmények itt jó szinten beépültek a mindennapi munkákba. A rendőrnek a helyszínen el kell tudni döntenie, hogy figyelmeztet, mert ez is egy intézkedés, hogy esetleg helyszínbírságol, azon belül milyen mértékű bírságolást választ. Itt azért megjegyzem, hogy azért vannak olyanok, amelyeket a jogszabály fixen meghatároz, tehát ettől azért eltérni nem lehet. A fokozott közteleti jelenlét, ez valóban ugye nagyon-nagyon sikeres stádiumába lépett, amikor a létszámunkat meg tudtuk sokszorozni nyilván a támogatások okán. A közteleti bűncselekmény szám jelentős országos szintű, és itt láttuk, hogy ugye Mohács rendőrkapitányságon is ez megteremtődött, ez nagyon jó hatást váltott ki az állampolgároknál is. Én még egy dolgot szeretnék kiemelni. Én azt látom a Mohácsi rendőrkapitányságon, hogy az egységes kapitánysági vezetés gyakorlatilag mindig törekszik a jóra, előre akar lépni, innovatív. Tehát azok a programok, amik föl vannak sorolva a beszámolóba, azért példaértékűek, országosan is híresek, követendőnek. Ilyen például a radarrendszer, elképesztően jó szint lesz ez, amikor ez a kamerarendszer élesbe fog működni. Mi tudjuk, hogy szakmailag, hogy mire képes a rendszer, tehát egy nagyon korszerű technológia. Azt is elmondanám, ugye, hogy az intelligens határok, smartboard idegen kifejezéssel, szintén ebben a fejlesztésben részt vesz a Mohácsi rendőrkapitányság, és azért még megemlíteném és kiemelném a térfigyelő rendszert. Az itt megvalósult térfigyelő rendszer, nyilván ezt nem a rendőrség alkotta meg, tehát nem erről van szó, a térfigyelő rendszer megvolt, a rendőrséget ebben a munkába bevonták, és ebből egy olyan innovatív projekt született, ami messzire mutat. Tehát ez ma Baranyában, vagy én úgy gondolom az országban a legfejlettebb. Miért? Rugalmas, továbbfejleszthető, már most többet tud, mint az összes többi. Tehát egyrészt a rendőri munkát hihetetlen mértékben segíti, de én úgy gondolom, hogy az állampolgároknak a biztonsági érzetét is kell, hogy növelje, hiszen egyik része az ugye, hogy az elkövetők viszonylag hamar elfogásra kerülnek, a másik pedig, hogy terelő hatása van, tehát ahol azért látják, hogy mert híresül el már ez a rendszer, akkor ott nem fognak elkövetni bűncselekményt. Megemlíteném még a DARIF programot, az a megtiszteltetésért, hogy gyakorlatilag a záró konferencián a projekt most fog befejeződni, május 12-én, 13-án részt vehetek, és hát remélem, hogy igen jó híreket fogunk onnan véglegesen is kapni. Ez egy nagyon nagy jelentőségű projekt, egy kicsit a szívem csücske is, mert elejétől kezdve ugye sikerült benne részt venni nyilván Mohácsi kollégákkal, külföldi partnerekkel nagyon jól tudtunk együtt dolgozni, tehát én nagy reményeket fűzök ennek a projektnek a megvalósulására. A Baranya megye rendőrfőkapitányság vezetése a Mohácsi rendőrkapitányság állományának munkáját a 2014 évben jónak értékelte. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Bizottságok nem tárgyalták. Van-e kérdése valakinek, véleménye? Mennyiben nincs, akkor annyit szeretnék megjegyezni, hogy most fogjuk tárgyalni a rendőrség, vízirendőrség, polgárőrség, katasztrófavédelem tevékenységét, és mindezekkel összefüggésben szeretnék valamit megjegyezni, elmondani, amit Ezredes úr mondandója is talán indukál bennem, mégpedig az, hogy
hogy ahhoz, hogy egy településen jó legyen élni, hogy egy településnek megfelelő legyen a népesség megtartó képessége, ahhoz nem csak a GDP a fontos, meg a munkaerőpiaci helyzet a meghatározó. Nyilván az az egyik legfontosabb tényező, de amellett az is például, hogy milyen a közbiztonság, az ott élő polgárok személyi biztonsága, vagyonbiztonsága. Tehát az, hogy Mohács és a térség, ahogy a beszámolóban is elhangzott, és ahogy a rendőrfőkapitányság képviseletében Dubó Ferenc úr is elmondta, a megyében és ismereteim szerint országosan is az egyik legbiztonságosabb területek közé tartozik. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy itt jó legyen, jobb legyen élni. Tehát ez pedig az önkormányzatnak egy nagyon fontos tényező, egy nagyon fontos mutató, nem csak az önkormányzatnak, hanem nyilván az itteni emberek számára. És én elsősorban ezért köszönöm meg a kapitány úr és a kapitányság munkáját. Én azért úgy ítélem meg, hogy ebben az elmúlt néhány évben jelentős szemléletváltozáson esett át a mohácsi rendőr kapitányság munkája, és hát polgárbarátabb lett és együttműködőbb lett a várossal, mint korábban. Ezek az eredmények úgy gondolom, hogy ennek is köszönhetők. Másrészt szeretném megköszönni a busójáráson végzett munkájukat, segítségüket. Azt gondolom, hogy az is példaértékű volt, ahogy a busójáráson, sőt, tehát évről évre már látszik, hogy egyre szervezettebben, egyre jobban tudják segíteni a munkánkat és magának a busójárásnak a lebonyolítását. Ez nekünk az egyik legfontosabb rendezvényünk, és nyilván fontos az a számunkra, hogy egy ilyen rendezvényről jó hírek kelljen a világban a városnak, és ehhez önök nagyon nagy segítséget nyújtanak és nyújtottak nekünk. Úgy a vízirendőrséggel, polgárőrséggel, katasztrófavédőkkel együtt, tehát most akkor egyben mindnyájuknak köszönöm az ebben nyújtott munkájukat, segítségüket. Van-e valakinek még esetleg ez a napi rendhez hozzászólás igénye? Amennyiben nincs, akkor azzal kérem a képviselőtestület szavazását a tájékoztatóról, hogy egyben megköszönjük a rendőrkapitányság munkáját és elismerésünket fejezzük ki tevékenységükért. Kérem, aki ezzel egyetért, jelezze kézfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Köszönöm szépen a jelenlétet. A következő napirendünk a vízirendészeti rendőrkapitányság, tehát a Dunai vízirendészeti rendőrkapitányság tájékoztatója. Köszöntöm Csobai Balázs, a Lezedes Urat kapitányság vezetőhelyettest, és Szabó György Urat, a mohácsi kirendeltség vezetőjét. Kérem, a kettő szíveskedjenek kifáradni. Kérdezem, hogy lesz egy rövid kiegészítés? Igen, akkor ezt parancsoljatok. Tisztelt képviselőtestület, engedjék meg, hogy egy pár szóban kiegészítsem a beszámolómat. A tavalyi évben a mohácsi vízirendészeti rendőrös szolgálati feladatait a korábbi éveknek megfelelően az ország határától Báta magasságáig végzik. Hozzánk tartozik a Bajai KMB csoport, aki Bátától gyakorlatilag a Siótorok területéig ellenőrzi a illetékes Dunaszakaszt. Működési területünk három megyében található, Baranya, Tolna és Bács-Kiskun megyében, és a három megyében összességében 11 partmenti települést érint. Ezeken a településein kollégáim rendszeresen ott vannak és segítenek a helyi kapitányságoknak a közrend és a közbiztonság fenntartásában. Bűnügyi és balesetvizsgálati munkánkról egy pár szót szeretnék szólni. Hatáskörünkbe tartozó és illetékességi területünkön elkövetett bűncselekmények számra évről évre folyamatos csökkenés mutat. A 2000 évi bűncselekmények számához képest a tavalyi évben
50%-kal csökkent a bűncselekmények elkövetése, tehát itt is nálunk egy csökkent tendenciát mutat ez a szám. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság nyomozott eredményessége országos szinten a 2014-es évben 69,9% volt, mely mintegy 8%-os növekedés mutat az előző évihez képest. Én azt gondolom, ezzel mutatóval a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kiemelkedik a Budapest Rendőrfőkapitányság állományából. Területünkön a 2014-es évben nem történt nagy hajók által okozott ütközés havarja, ami köszönhető a határkikötő biztonságos üzemeltetésének, és valamint a kikötőrend szigorú betartásának. Közlekedési munkákon néhány gondolat. Létszámhelyzetünk elegendően bizonyult a feladataink ellátásához. A közterületen eltöltött órák száma nagyságrendekkel nem változott a korábbi évekhez képest. Annyitán a szívfájdalmam, hogy ebben a 19-es megyés programban sajnos a vízirendészet nem részesült, így nagyságrendekkel nem tudtuk emelni a kint töltött órákat a közterületen, de ettől függetlenül a létszámhelyzet ugye a korábbi éveknek megfelelően elegendőnek bizonyult. Ami nagy eredmény volt a tavalyi évben részünkre, hogy a személyes szabadságot korlátozó intézkedések közül az elfogások számát 50%-kal tudtuk emelni, és történetünk során talán először migránsok elfogásába is részt vettünk, és ezért az intézkedő kollégáim Budapest rendőrfőkapitány úrtól jutalmat vehettek át Budapesten. A differenciált intézkedéseket mi is figyelemmel kísérjük, illetve vizsgáljuk, hogy kollégáim a helyszínen történt intézkedések közül milyen esetben és hány százalékban alkalmaznak ugye figyelmeztetést, helyszínbírságot, illetőleg feljelentést. A tavaly évben 100 esetből 37 esetben figyelmeztetést szabtak ki kollégáim, 45 esetben történt helyszínbírság kiszabása, és 18 esetben pedig feljelentés vagy közbeszerzési bírság kezdeményezése történt. Úgyhogy a megfelelő differenciálság azt gondolom, hogy megvan az intézkedések során. Akciókkal kapcsolatban mi is részt vettünk a DARIF akció végrehajtásában, ahol a mohácsi határkikötőben egy ideiglenes koordinációs központ került felállításra, ahol a vendég, az akcióban résztvevő országok delegáltak vendégtiszteket. Itt részt vett az Interpol, Europol és az Aquapol delegáltja is, és a külföldi személyeket történt intézkedések során kollégának lehetősége nyílt arra, hogy az Interpol, Europol adatbázisaiban tudjanak lekérdezni, melyre több esetben éltek is. Ez a DARIF ugye a végéhez közeledik, mint említette ugye a ezredes úr is. Én bízok abban, hogy az elmélás kedvező lesz, és itt fog majd tevékenykedni ez a központ. Hajóvizsgai tevékenységünkről egy pár szót. Tavaly évben a kikötőben 3308 darab nagyhajó fordult meg, ebből 712 személyhajó volt. Idejében megjelentek az új építésű személyhajók, amikkel eddig nem találkoztunk, tehát a személyhajó forgalom további emelkedést fog mutatni. Átléptettünk ugye a társzervekkel közösen, mi vízirendészek ugye a víziközlekedési szabályzókat ellenőrizzük a hajóvizsgálat során. 50 ezer főt vizsgáltunk meg a személyzet szempontjából, és 90 ezer fő volt az utas. És a tavalyi évben 118 darab turista kishajó jelentkezett vizsgálatra a mohácsi határkikötőben. Amit el szeretnék mondani, mohácsi lakosságot is érintő információ, hogy a tavalyi évben megvizsgáltuk a területünkön lévő nyilvántartásra nem kötelezett úszóműveket, hétköznapi nyelven csónaktároló pontonokat. Ugye ezek üzemeltetéséhez is a hatóság engedélye szükségeltetik, egészen pontosan a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélye, itt a hajózási hivatal, itt található Mohács-Indóház utca 2 szám alatt. 67 fő részére küldtem ki a tavalyi évben egy megkeresést, hogy legyenek szívesek befáradni a hivatalba, és kezdjék meg a pontonok, azon pontonoknak a bejelentését, akik még nem rendelkeznek ugye ezekkel az engedélyekkel. Információm alapján szinte kivétel nélkül mindenki ezt megtette, az eljárások meg lettek indítva, úgyhogy idei évben majd a tavasz végeztével a következő feladatunk lesz, hogy ezeket az úszóműveket megint megvizsgáljuk majd, hogy hol tartanak az engedélyezhetési eljárások. És van egy pár úszómű kint a területünkön, ami nincsen még névtábla, és nem tudjuk beazonosítani, de ezeket is folyamatosan figyelemmel kísérjük. És akkor annyit az idei évről, a célkitűzéseinkről, hogy továbbra is részt szeretnénk venni a települések közbiztonságának a fenntartásában, javításában, és a lakosság szubjektív biztonságának javításában. Akarom emelni a fórumokon, a közmeghallgatáson történő részvételünket,
és nyilván a támogató segítő jellegű rendőri tevékenységet erősítsük. Rendben, befejeztem, köszönöm. Köszönöm szépen. A lezetes úr. Tisztelt városvezetés, tisztelt képviselőt és tület kapitányság vezető úr távollétében csak néhány szóval egészíteném ki az őrsparancsnok urat. A Dunai Vízrendészeti Kapitányság ugye a budapesti rendőrfőkapitánysághoz tartozik, 9 rendőrállomással működünk továbbra is, 6 őrs, 3 KMB a Duna 417 folyamkilométeres szakaszán és a mellékágakon. Én azt gondolom, hogy amik itt elhangzottak, azok is igazolják a tevékenységünket. Az, hogy ebbe a térségbe, itt a schengeni határon közel 4000 géphajó közlekedett, 7000 volt azoknak a hajóknak a száma, amik bárkák, uszályok, ezek mind nagy testű, nagy járművek, teherszállító hajók, és ezekkel nem történt baleset itt ezen a területen. Én azt gondolom, hogy ez azért nekünk nagyon nagy feladatot, munkát jelentett, és ez talán dicséri azt a megelőző tevékenységet, amit ezen a területen be tudtunk vezetni. Igen, talán megint csak ez bizonyítja, hogy a társszervekkel jó kapcsolatunk van, hogy nemzetközi akciókba tudunk részt venni. Én is reménykedem abba, amit Ezredes úr megemlített, hogy ez a 11 ország részvételével ez a Dunai Folyami Fórum, ez megvalósul, most már talán egy hónap, és végső döntés születik ebben, és akkor itt kialakulhat ez a rendészeti központ Mohácson, ami bizony a közbiztonságot, a vízirendészeti közlekedés biztonságát egészen biztos, hogy szolgálja, és talán ahhoz sem kell semmilyen hatástanulmány, hogy tudjuk azt, vagy észrevegyük azt, hogy ez az itt élőknek is mindenképpen egy plusz fog jelenteni, akár gazdasági munkahely egyéb tekintetben. A vízirendészet tevékenységét a rendőri szervek általános céljai kell, hogy irányítsák, ezért mi is fordultunk most a fiatalok és az idősek felé. A fiataloknál a 2015-ös évre mindenképpen tervbe vettük, hogy még több iskolát fogunk meglátogatni, még több tábort, vízisportegyesületet, a területi szervek iskolarendőrjeivel együtt, és így próbáljuk szolgálni, hogy a víziközlekedés területén egy jó megelőző baleset, megelőző tevékenységet tudjunk majd biztosítani. Nem olyan régen zajlott a Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányságnak Budapesten a Teve utcában a beszámolója, és a Bucsek Gábor dandártábornokú Budapest rendőrfőkapitánya jónak ítélte meg a Dunai Vízirendészeti Kapitányságnak a tevékenységét. Abba olyan ígéretet kaptunk főkapitány úrtól, hogy a nyár folyamán egy darab új hajó várható a Dunai Vízrendészeti Kapitányságra, ami még nem biztos, hogy Mohácsra kerül, de ha Budapestre kerül ez a hajó, akkor is Mohácson egészen biztos, hogy átcsoportosítással már fejlődhet a rendőrség vízi járműparkja, és arra is ígéretet kaptunk, hogy korábban volt egy budapesti projekt, ahol a budapesti informatikai berendezések a kapitányságunkon cserélődtek, de ez csak Budapesten lehetett bizonyos technikai okok miatt. Ígéretet kaptunk főkapitány úrtól, hogy a mohácsi őrsünkön is, illetve vidéki őrseinken is lecserélik ezeket a berendezéseket. Tehát én azt gondolom, hogy ez is azt bizonyítja, hogy a vezetéstől megvan a bizalmunk, elfogadják a munkánkat, és abba reménykedek, hogy a helyi testület is úgy látja, hogy ez a tevékenység, amit végzünk, ez jól szolgálja itt a víziközlekedés, vízirendészet és a helyi lakosoknak az életét. Kérem a beszámolónk elfogadását, amennyiben erre. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése? Kovács László képviselő. Köszönöm szépen. Én két nagyon gyors kérdést szeretnék feltenni, meg pedig a következő a tévénézők tájékoztatására is. Tehát a negyedik oldalon írják, hogy a problémák előfordulása a következő. Csónakok, kajakok, kenuk, kiboltok esetében üzemben tartó nevét, lakcímét tartalmazó vízi járműtesten tartósan rögzített tábla hiánya. A kérdésem a következő, hogy kenuknál tábla kell, vagy elég a ráfestése is. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy továbbra is visszatérő hiányosság a mentő mellények hiánya, kötelező használatának elmulasztása. Úgy szintén, hogy kenuba
a mentőmellényt fel kell venni, vagy annyi személy, ahány van, annyinak ben kell lenni a kenuban. Köszönöm szépen. A kérdés első felé azt válaszolnám, hogy elég a kenura felfesteni a nevet és a lakcímet, esetleg egy telefonszámot. Ennek az a jelentőség egyébként, elérhetőséget, hogyha ugye elsorodik egy hajó, egy kenu, akkor és megtaláljuk, akkor nyilván tudjuk a tulajdonosra felvenni a kapcsolatot, ellenkezőesebben, ha nincsen rajta név és elérhetőség ugye nehezebb úgy. A mentőmellény kérdésben pedig annyira lenne a kenuknál, hogy a benne lévő személyek számának megfelelő mentőmellényt kell biztosítani. 14 év alatti személynek ugye viselnie kell, és aki nem tud úszni. Jó, és a mentőmellénynek is ugye szabványosnak kell lennie, tehát nem egy otthon összetákolt parafa, vagy esetleg egy hungarocellből vart mentőmellényről beszélünk, hanem a hatóság által nyilván tartott enyhítőszámmal rendelkező mentőmellényről. Köszönöm. Van-e további kérdés? Amennyiben nincs, annyit szeretnék csak elmondani, hogy amire Dobó Ferenc, ezredes úr, és Csobai Balázs ezredes úr utalt, hogy rövidesen lezárul ez a DARIF nevű program, ugye, hogyha jól értettem, és eredményes lezárását, illetve folytatását reméljük. Ez ugye azt jelenteni, hogy Mohácson lenne az Európai Uniós Dunamenti országok vízirendészeti bűnügyi információs központja, ha jól értem, ugye? Pontosan. Tehát ez várható ettől, ami nyilván itt további feladatokat jelenthet, helyben foglalkoztatást, tehát amikor a lezedes úr arra utalt, hogy itt helyben ennek egyéb pozitív hozama is lehet, gondolom, hogy ezt értette alatta. És ezzel összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy hány főt foglalkoztat a vízirendészeti rendőrös? Mohácson 27 főt foglalkoztatunk, és 2 fő közalkalmazottat. 29-et akkor ezek szerint, ugye? És a rendőrkapitányság? Kettőszáztíz. Tehát ez azt jelenti, hogy összesen 239 ember dolgozik Mohácson, tehát 239 családnak ad megélhetést ez a két szervezet. Ezt kérem, ez nagyjából egy ilyen faroslemezgyár nagyságrendű foglalkoztatást jelent, ami nem mellékes a városunkban. Amit még szeretnék megemlíteni és megköszönni a vízrendészeti rendőrösnek, ugye a busójáráson túl a Nepomuki Szent János rendezvényünkön biztosított segítségét, amire nyilván ebben az évben is majd számítunk, illetve hát az MTE evezős versenyeken is mindig segítik a verseny lebonyolítását, és összességében is köszönöm a város segítségét, támogatását, és ezzel bocsátanám szavazásra a tájékoztatót. Kérem, aki elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egy hangú volt a szavazás. Köszönjük szépen. A következő napi rendünk a Baranya megyei katasztrófaövi igazgatóság, Mohácsi katasztrófavédelmi kirendeltsége tevékenységéről szóló napirend. Kérdezem, hogy van-e itt képviselője a katasztrófavédelemnek? Ha jól látom, akkor nincsen. A bizottságok ezt sem tárgyalták. A beszámoló, gondolom, hogy elég terjedelmes. A katasztrófavédelemmel kapcsolatban hasonlót tudnék elmondani, mint a rendőri tevékenységgel kapcsolatban, hogy itt is, ha jól emlékszem a számra, akkor mintegy 80 főt foglalkoztatnak, és örülünk annak, hogy ez a helyzet ez így alakult, hiszen volt olyan időszak Magyarországon, amikor egyáltalán megkérdőjeleződött
katasztrófavédelemnek és a tűzoltóságnak a tevékenysége, működése. Ugye felmerült a köztestületi tűzoltóságok megerősítése, létrehozása és az állami tűzoltóságok leépítése. Szerencsére nem ebbe az irányba mentek el a dolgok, és a mohácsi katasztrófavédelmi kirendeltség megerősödött szervezettel és feladatokkal végzi a tevékenységét a város érdekében, illetve hát itt is, ahogy már említettem, jelentős foglalkoztatás valósul meg, több családnak nyújt biztos megélhetést. Van-e valakinek kérdése beszámolóval kapcsolatban? Csizmadia Csaba, a polgármester úr. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Én ezen a fórumon is szeretném megköszönni mindazon tűzoltóknak a segítségét, akik az építkezések és beruházások miatt szabad idejükben, szabad napjukon eljöttek segíteni, ezt lebonyolítani. Sajnálatos, hogy hivatalos módon, mint evakuációs gyakorlat nem tudott megvalósulni, de én úgy gondolom, hogy nekünk óriási segítség volt, ők meg tapasztalatot szereztek, hogy a különböző gyógyító eszközökkel, infrastruktúrális helyzetekkel hogy tudnak majd éles helyzetben megbirkózni, de a hangsúly itt azon van, hogy szabad idejükben önkéntesen jöttek segíteni, amit nagyon köszönünk. Köszönöm. Van-e valakinek hozzászólás igénye? Amennyiben nincs, kérem, aki a tájékoztatót elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt. Következő napi rendünk a Mohácsi Polgárőregylet 2014 évi tevékenységéről szóló beszámoló. Én köszöntöm Zámbó Péter urat, az Országos Polgárőr Szövetség megyei elnökét, és Sülős István urat, a Mohácsi Polgárőregylet vezetőjét. És akkor kérlek benneteket, hogyha van rövid kiegészítést, tegyétek meg, parancsolj. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő urak, hölgyeim és uraim! Jó ide jönni, ahogy a Dobó ezredes úr is mondta, mert egy kiváló önkormányzat, amely gazdasági eredményekben is példamutatóan teljesítette, ehhez szívből gratulálunk, és a közrend közbiztonságban közreműködő állami szervezetek is, ahogy elhangzott, eredményesen és fejlődést mutatva teljesítettek. Mi sajnos nem tudunk pénzért foglalkoztatni állampolgárokat. A polgárőrség az, ahol az állampolgárok önként saját szabadidejüket feláldozva a közjó érdekébe tesznek, elsősorban a rendőrség együttműködő partnereként. Megjegyzem zárójelben, hogy Mohács rendőr kapitánya állampolgárként a saját lakóterületén polgárőr, és az Országos Lovas Polgárőr Tagozat elnökségi tagja is. Ezúton is köszönöm a példamutató tevékenységét. A Polgárőr Egyesület Mohácson az országos legjobb gyakorlatokat alkalmazza, és ahogy a beszámolóban is olvashatták, a Megyei Szövetség is kiemelt támogatásba részesíti, mert aki jól dolgozik, azt lehet támogatni, és ott jönnek az eredmények. Ehhez én szívből gratulálok a mohácsi polgárőröknek, de szeretném kihangsúlyozni, hogy ők állampolgári kötelességeiket példaadóan, formaruhába is vállalva személyazonosságukat, a rend melletti elkötelezettségről tesznek tanúbizonságot. Emellett viszont köszönet illeti Mohács város polgárait, akik a Szomszédok Egymásért Mozgalom megfelelően különböző információk átadásával segítik nem csak a polgárőrök, hanem a hatóságok munkáját is. Ezen a területen viszont szeretnénk, hogyha további támogatást kapnánk a lakosok részéről, hisz ezt önmagukért teszik. Nem kívánom hosszan húzni, mert a jóról lehetne ugye dicsőséget zengeni, de itt a köszöneten túl szeretném kérni azt, hogy a várható polgárőr törvény módosítását követően, még az első fél évben reménykedünk ebben, megnyílik a lehetőség a 14 és 18 éves fiatalok ifjú polgárőrként való közösségi foglalkoztatására az Egyesületen belül. Szeretném kérni a jelenlévőket és a kamerán keresztül a nézőket is, hogy egy jól működő, közösségfejlesztő, felelősséggel programokat adó civil egyesületnek a keretébe
segítsék, illetve minél inkább motiválják a fiatalokat, hogy fölkészüljenek az állampolgári kötelezettségeik teljesítésére, ideértve az 50 órás közösségi tevékenységet is, amely a polgárőrség keretében is teljesíthető, az érettségi előtt álló fiatalokra gondolok. Szeretném, hogyha a szemmozgalomnak a kiteljesítésébe is az önkormányzat a további támogatást megadná, és gratulálok, hogy az elért eredmények alapján a tavalyi évben polgárőr város kitüntető címet nyert az önkormányzat. Ez egy különlegesen nagy megtiszteltetése a térségnek, mert azt mutatja, hogy nem csak az Egyesület, hanem a rendőrkapitányság, az együttműködő szervek, de maga az önkormányzat is kiválóan teljesített a közrend közbiztonság fenntartásába, megerősítésébe. És kérném a polgármester urat, hogy amennyiben szükség lesz, a Polgárőr Egyesület pályázatát támogassa új gépjármű megszerzését illetően, amelyről azt lehet tudni, hogy nevesítetten a Polgárőr Egyesületek a külterület vonatkozásába kivételesen Mohács térségébe is pályázatot nyújthatnak be, és hát ez gyakorlatilag egy állam által teljesen finanszírozott új gépkocsi lesz. A fenntartásnak a költségei, garázsbiztosítása viszont terheli az Egyesületet. Még egyszer nagyon sok sikert, jó egészséget kívánok, és azért jöttem ide Mohácsra, hogyha személyes kérdésük lenne a polgárőrség tekintetébe, akkor akár országos kitekintésbe is szívesen állok a rendelkezésükre. A több mint 50 ezer polgárőr 8 milliót megközelítő óraszámot teljesített saját szabadidejéből. Ez szerintem minden civil szervezetnek példaadó tevékenység a közjó érdekébe. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sűrös úr. Én is tiszteltel köszöntöm a jelenlevőket. Hát a beszámolóhoz röviden hozzáfűzni valóban én lenne, hogy a Mohácson a polgárőrség 15 éve működik töretlenül. Az elmúlt évek bizonyították helyünket és szerepünket a társadalmi bűnmegelőzésben. És mindezeknek ugye kiemelkedő eredménye és elismerése a polgárőr város cím elnyerése, ami nyilvánvaló nem önös, ez az érdem közös összefogásra jöhetett létre. Kellett hozzá elismert polgárőr munka, teljesítmény, Mohács rendőrkapitányság értékelő elemző statisztikája és nem utolsó sorban az önkormányzat által megírt pályázat is, ezután ezt köszönetet fejezném ki. És kiemelte jól működik a kis települések integrációja egyesületünkhez, és egyben a járási polgári egyesületekkel való kapcsolat is. Egy olyan programot indítottunk el, ami jelen szervezés alatt van, az nem más, mint a betöréses lopások és a lakásbetörések megelőzésére való programot, amit a rendőrséggel közösen hajtunk végre. Itt az a lényege, hogy személyes találkozás legyen úgy lakósági fórumokon, mint megjelenve különböző épületek, illetve lakásoknál, illetve házaknál, ahol magával a tulajdonossal, illetve azok a személyek, akik érintettek, hogy egy tudjunk kommunikálni. Röviden ennyit akartam meg kapcsolatosan is. Kérem én is a beszámolónak az elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdése valakinek, hogy hozzászólás igénye? Jaksi György képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Én csak annyit szeretnék megköszönni, hogy tényleg nálunk mind a két rendezvények, a rendőrség is, meg a polgárőrség tényleg nagyon nagy segítséget nyújt, hiszen mind a két rendezvényünkre reggeltől egészen a hajnali órákig, főleg a polgárőrség ott ingyenesen és tényleg térítésmentesen jól működve velünk együtt segíti a munkánkat. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Kovács László képviselő. Köszönöm. Én is szeretnék megköszönni azt a munkájukat, amit minden szeptemberben végeznek, mind az intézményvezetők, mind a gyerekek szülők nevében, és biztos hozzájárulnak ahhoz, hogy gyalogos átkelő helyen nem volt gyerekbaleset. Köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e további hozzászólási igény? Amennyiben nincs, én azt gondolom, hogy dr. Zámbó Péter úr alaposan
megindokolta és kiegészítette még a beszámolót, úgyhogy természetesen az önkormányzat továbbra is biztosítja az anyagi támogatást, amit eddig is nyújtott a polgárőrségnek, és hát nyilván támogatjuk, hogy megfelelő gépjárműhöz jussanak a feladatok ellátásához. És én is szeretném biztatni a civil szférát, hogy minél többen jelentkezzenek és lépjenek be a polgárőrök közé. Amennyiben nincs kérdés, akkor kérem szavazzunk a beszámoló elfogadásáról, aki egyetért vele, az jelezze készfeltartással. Köszönöm szépen egyhangú volt, köszönöm szépen a részvételt és a munkátokat. Igen. Polgármester úr, nagy tisztelettel az önkormányzatot, polgármester urat, illetve Mohács város lakosságát is szeretettel várjuk július 4-én Komlón, Sikondafürdőn az Országos Polgárőr Nap rendezvényén, ami nagyon ritkán kerül ilyen közel, úgyhogy szívesen látunk minden érdeklődőt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Következő napirendünk a településrészi önkormányzat 2014 évi tevékenységéről szóló beszámoló. Kérdezem Szúrsikné Fábián Gyöngyi képviselő asszonyt, hogy van-e kiegészítése az előterjesztéshez. Köszönöm szépen. Nincs kiegészítésem a beszámolóhoz. Minden fontos dolgot beleírtam. Hogyha van kérdés, akkor szívesen válaszolok. Köszönöm. Van-e kérdés? Nincs vélemény. Tehát azt gondolom, aki elolvasta a beszámolót, az láthatja, hogy bár összeszedett célra törő beszámoló, de azért látszik, hogy elég szerteágazó és alapos munkát végzett a részönkormányzat, amelynek a munkáját úgy gondolom a személyi feltételek javításával még talán tudjuk segíteni és tudtuk erősíteni. Úgyhogy én is kérem és javaslom a beszámoló elfogadását. Aki egyetért vele, azt kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Következő napirendünk az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámoló. Köszöntöm Kovácsné Domján Zsuzsát, az alapellátó szolgálat vezetőjét. Akkor kérdezem Zsuzsa, hogy van-e esetleg egy rövid kiegészítésed. Parancsolj, fáradj ki. Kérdezem, hogy van-e kérdés a beszámoló kapcsán. Annyit szeretnék elmondani, hogy ez az elmúlt napok híre, hogy kaptunk némi támogatást a rendelőintézet felújításához. Ez még nem az az átfogó felújítás, amit szeretnénk megvalósítani, de 33 millió forint, ha jól emlékszem, 33 millió forintos támogatásról kaptunk értesítést, amellyel a vizes blokkokat fogjuk felújítani, illetve a akadálymentesítésen szeretnénk javítani. Azt szeretném jelezni, hogy ez még nem a vége, hiszen tervezzük egy nagyobb, elsősorban energetikai célú felújítását az intézménynek, amire a választási kampányban ígéretet tettünk is, és hát az ígéreteinket be szoktuk tartani, úgyhogy ezzel jó eséllyel számíthatnak is rá, hogy ezt megvalósítjuk. Bizottságok véleményét kérdezem, pénzügyi bizottság. Ja, bocsánat, akkor először a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményét kérdezem. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolót elfogadta. A pénzügyi bizottság is elfogadta és elfogadásra javasolja a testületnek. Kérem, akkor szavazzunk. Aki elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm szépen, egyhangú volt a szavazás. Köszönjük. A következő napirendünk a Mohácsi Kórház tevékenységéről szóló tájékoztató. Kérem Dr. Csizmadia Csaba főigazgató urat, hogyha van kiegészítése, akkor azt tegye meg. Természetesen. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, az általunk beadott beszámoló elsősorban gazdasági mutatókat jelez, és aki végigolvasta, nyíltan láthatja, hogy
az alulfinanszírozásból adódik szinte minden problémánk. Ez oda is datálható, hogy 2012-ben, amikor állami fenntartásba kerültünk, akkor egy újabb 20 ezer fő lakosú területet is ellátási területként megkaptunk, amelynek örültünk, hiszen a rendelet alapján ennek a finanszírozását is vártuk volna. Azonban sajnos ez az éves 150-200 millió forintra rúgó TVK sajnos nem realizálódott. Ebből adódik a működési hiányunk is, amely a folyamatos és biztonságos működésünket még nem veszélyezteti, de adósságállományunk nekünk is felhalmozódott az előző évekkel ellentétben. Egyéb problémákkal is küszködünk, de a problémáink mellett én úgy gondolom, hogy aki járt a kórházban, láthatta, hogy folyamatos fejlődés tapasztalható. A nagy beruházásokról és a pályázatokról később szólnék pár szót, viszont amik nem látványosak, de elengedhetetlenek, hogy azért nagyon sok mindenbe a diagnosztikai és terápiás eszközparkot is az elmúlt évben fejlesztettük. Kevesen tudják, vagy talán nem is tudják, hogy eddig csak a szívcentrumban, tehát a szívklinikán működő olyan új kardiomed rendszert honosítottunk, amely lehetővé teszi, hogy egy hónapban 8 készülék forogjon a betegeken, és otthoni életmód mellett telefonon keresztül be tudja küldeni kezelőorvosának vagy egy megbízott kollégának az EKG-ját elemzésre, ezzel is rövidítve az ellátás, illetve hát a kialakuló katasztrofális betegség közötti aranyórát, vagy azt az aranyidőintervallumot, amikor még a beteg valóban komoly következmények nélkül, károsodások nélkül gyógyíthatóvá válik. Tehát eddig ez csak a Pécsi centrumban volt elérhető, ez most már a Mohácsi kórházban is működik, és tapasztalataink szerint eddig nagyon jó eredménnyel és hatékonyan. Sajnos az amortizáció bennünket is rohamosan sújt, erre külön forrásaink nincsenek, ezért pályázatokból próbáljuk meg az eszközeinket fejleszteni, illetve adományokból, illetve különböző rendezvényeken befolyó összegekből. Az elmúlt évben a teljes kardiológiai vizsgálati parkunkat felújítottuk, csodálatosan új ECHO, tehát szívultrahangos készüléket vásároltunk, illetve 2 darab Holter monitort, ami a hirtelen kialakult szívhalálért felelős betegségek monitorizálására, korai felfedezésére alkalmas, és egy új szalagos terhelési és EKG gépet is vásároltunk. Ez év, 14-es év végére realizálódott egy közel 30 millió forintos pályázat, melyből egy modern operatív laparoszkópos tornyot és hozzá egy intraoperatív lehetőségek szerint endoszkópot is honosítottunk. Ezzel modernebb körülmények között biztonságosabban és kisebb megterheléssel tudnak operatív beavatkozásokat végezni, akár hasi sebészeti, nőgyógyászati sebészeti, vagy ízületi, ugye tudjuk a traumatológiai részen beavatkozásokat megvalósítani, amely szintén úgy gondolom, hogy korszerű, és a kórház szakmai fejlődésének is az egyik alapja. Elmúlt évben valósult meg a második csodálatos nagy összefogás, hiszen itt a főtéren sikerült a Richter egészségvárost megrendezni, és ugye az alapszint, tehát az, hogy idejött Mohácsra 2 millió forinthoz, még sikerült a részvételi arány és létszám alapján 5,5 millió forintot összegyűjteni, amellyel megjegyzem, büszke vagyok rá, de országos első helyezettek vagyunk, hiszen még Budapestnek és a különböző nagyvárosi helyszíneknek sem sikerült annyi pénzt összegyűjteni, mint Mohácsnak. És ma is még közszájon forog a Richternél is, és a szakmában is, hogy igen, Mohács oda tette magát, és ez szintén azt mutatta meg, hogy a mohácsiak össze tudnak fogni a közös jó cél érdekében, ha kell. Ezt a pénzt kiegészítve az alapítványi forrásainkból 2 új lélegeztetőgépet vásároltunk. Sikerült úgy az alkupozíciót erősítenünk, hogy nem használt gépek, vagy nem egy új, hanem 2 teljesen új lélegeztetőgépet tudtuk az intenzív osztály eszközparkját bővíteni. Mindenkinek örömmel számolok be arról, hogy ez évben megérkezett a 120 millió forint értékű új CT, amely már működik, mindenféle híreszteléssel ellentétben,
Az előző CT is egy nagyon jó minőségű, nagyon jó tudású CT volt. Ezt ugye arra használtuk, hogy az a két év, amíg itt eltelt, ne veszítsük el, és ugye egyrészt a betegeinket el tudjuk maradéktalanul látni, másrészt pedig az a két év, ami eltelt a pályázati beszerzési idő során, ne veszítsük el ezt a jogot, hiszen akkor is nem győztük hangsúlyozni, ha akkor mi ezt a lépést nem lépjük meg, és nem hozzuk össze ezt a CT-t, akkor bizony Dombóvár, Szigetvár, vagy más hozzánk hasonló kisváros kórháza vitte volna el. Nem is biztos, hogy realizálódhatott volna akkor most ez a CT, hiszen akkor most meg a jogokért küzdenénk, úgyhogy a gép itt van. Tehát ez egy nagyon jó összefogás volt. Ezt a gépet mi szeretnénk eladni, és ennek az árából, hiszen úgy gyűjtöttük össze közösen, egy olyan másik, szintén nagy volumenű diagnosztikai eljárás gépét honosítani, amelyre most tudomásom szerint egy éves a várólista, és ma a második leggyakoribb női halálokot, az emlőrákot képes időben kiszűrni és diagnosztizálni. Reményeink szerint erről meg tudjuk ezt valósítani. A Dunai Városi Kórház igazgatója kiírta már a közbeszerzést, és óriási örömmel nyilatkozik a városban néhányak által leszólt, használtnak titulált gépről, hiszen ő számukra ez kincs. Megjegyzem, hogy technikailag mit tudott ez a gép, és mit tud a mostani is, modernebb, mint az alegerszegi, esztergomi, vagy akár a pécsi honvéd kórházas gép is technikailag. Én úgy gondolom, ezzel most egy 12-3 évig abszolút biztonsággal és modern módon tudunk dolgozni. Mint említettem, végesek a forrásaink. Ezeket a forrásokat az 1%-os adókból tudjuk biztosítani. 11-ben, mikor ezt az egész közös munkát elkezdtük, akkor kb. 1,1 millió forint volt az SZIA 1%-ából befolyó adóösszeg. Az elmúlt évben nagy örömünkre 3,8 millió forint volt a támogatás, amelyből már komoly műszereket tudunk vásárolni, vagy többet is, illetve a javításokat meg tudjuk csináltatni, hiszen ne felejtsük el, Murphy törvény alapján egyre több mindenünk romlik el, hiszen idősödik az eszközparkunk. Természetesen nem csak az egészségváros, nem csak az 1%-ok képeznek bevételt, számos cég is adományoz kérésünkre az alapítványra, de a jótékonysági bál, amely most már hagyományossá vált, most már negyedik alkalommal rendeztük meg, ott is 1 millió forintos bevételt tudtunk realizálni. Megemlíteném, hogy több apró 1 millió forint körüli műeszköz beszerzésére is sor került, például a laringoszkóp, amely egy modern videotechnika az eddigi manuálissal szemben lényegesen kisebb megterhelést jelentve a betegnek. Természetesen további fejlesztéseket is tervezünk, ezekről remélem jövőre be tudok számolni, mármint a sikeréről. Humán erőforrásról annyit, hogy ugyanolyan gondokkal küzdködünk, mint bármely kórház, bár azt tudom mondani, hogy a folyamatos és biztonságos betegellátás Mohácson létszámgondok miatt még nincs veszélyeztetve. Reméljük nem is lesz. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy fiatal orvosok nehezen jönnek kis kórházakba, illetve utána valamiért mégis nagyobb centrumokba távoznak, az idős kollégák meg most már nyugdíjba mennek, kiégnek, elfáradnak, és kevesebb munkával járó munkahelyet próbálnak keresni. Sajnos nem tudjuk felvenni a versenyt a külföldön realizált bérekkel, hiszen most is egy kolléganő elment 6000 eurós kezdőfizetéssel kezd Németországban. Valóban szép összeg, bár úgy gondolom ahhoz, hogy valaki csak úgy nekivágjon Európának, ahhoz kalandornak kell lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy a kalandorok és a száműzöttek vannak most külföldön, aki akar és szeret is dolgozni, az ma Magyarországon van mit tegyen, és tud is tenni, és bízom benne, hogy egyre több ember lesz. A nyugati sikertörténetekről beszélnek csak a rádióban és a médiában, arról senki nem beszél, hányan jönnek haza, és arról sem beszélnek, hogy hányan panaszkodnak, hogy hogy éltek kint. Egyszer egy ilyen fórumot is érdemes lenne megtenni. Egyik kolléga szlogenjét mondom, mikor jött haza, és mondta, hogy szagoljatok meg, kolbászszagon van, ott sem kerítésből van a kolbászból van a kerítés. És teljesen igaz, tehát én úgy gondolom, ez az egyensúly valahol be fog majd állni. Ezen a fórumon visszaszeretném azt a jobbikos kezdeményezésű ellenkampányt, vagy kampányt, vagy riadalmat kentő médiabotrányt utasítani, melyben országgyűlési képviselőként, illetve itt a megyei
közgyűlésben ülő jobbikos kolléga itt a médiának azt a fals információt adta, hogy a Mohácsi kórházat bezárják, és számon kérte rajtunk is, hogy adjunk rá a magyarázatot, illetve hogy bizonyos osztályokat bezárnak, amiről a mai napig nincs tudomásunk, semmiféle hivatalos megbeszélésen nem hangzott el, illetve azt tudom mindenki megnyugtatására mondani, hogy akár miniszter úr, akár államtitkár úr itt járva, hanem megerősített bennünket abba, hogy jó úton haladunk, és a Mohácsi kórházat nem fogják bezárni. Ugye itt a nép nevében próbált szólni a jobbikos képviselő is, aggodalmát fejezte ki. Én egy picit ezt az egészet műdolognak tartom, hiszen akkor nem aggódtak, amikor segítséget kértünk a CT-hez, és nem álltak, és nem jöttek segíteni kampányolni, és nem jöttek adományokkal. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki bírál, annak van joga bírálni, aki mellettünk van a bajban is, és nem pedig a segítő szándékot saját haszna reményében próbálja meg politikai előnyt kovácsolva felmutatni. Azt hiszem, hogy nagyjából a humán erőforrás és az eszközbeszerzésről ennyit szeretnék. A fejlesztéseinkkel kapcsolatban láthatták, hogy jelentős változások folynak, amely bizonyos átalakításokkal is folyik, munkarendi átalakításokkal, amelyekért elnézést kérünk, de egy háztartásban is, ha egy házat építenek vagy felújítanak, akkor ott egy szobába húzza meg magát a család, és megvárják, amíg az egész elkészül, és utána tudják belakni. Most egy kicsit mi is így vagyunk, kicsit szűkösen vagyunk, kicsit mostohább körülmények között, de folyamatosan jó szervezéssel működünk. A sürgősségi beruházásunk több mint fél milliárd forintért az elmúlt években átadásra került, a pályázat lezárása folyamatban van, illetve hát láthatták, ez év elején adtuk át a korábbi ideggyógyászati tömbből egy csodálatosan szép, fekvő és járóbeteg, mozgásszervi rehabilitációs centrumnak is nevezhető épületegyüttest, amely egy majdnem 900 millió forintos beruházást jelentett. Örülünk továbbá annak, hogy a belgyógyászati tömbünk, amelyre egy szintet is ráhúzunk, teljes felújításra, gépészeti, építészeti felújításra kerül, és mindemellett a sterilizálónkat is teljesen fel tudjuk újítani, mindegy 1,1 milliárd forintos forrásból. És bízunk benne, hogy a KEOP pályázat során elnyert 150 millió forintos fotovoltaikus napelemrendszert megvalósítva kórházunk működése még inkább gazdaságossá válhat, és még inkább több forrást tudunk fordítani a gyógyításra és a fejlesztésekre. Ezúton szeretnék köszönetet mondani valamennyi munkatársamnak, akik kitartottak, akik nem adták fel az ínséges időkben sem, és mellünk vannak továbbra is. A technikai dolgozóktól a legelső vezető főorvosig, hiszen számtalan olyan lehetőség adódik ma már, ahol többet fizetnek. Sajnos az a veszély is fönnáll már, hogy a kórházak egymással licitálva próbálják meg elcsalogatni a doktorokat, mert ahol kevés szakember van, ott veszély van arra, hogy esetleg azt az adott szolgáltatást megszüntetik, és sajnos még a kórházak is próbálják egymástól elcsalni. Én külön köszönöm a dolgozóinknak, hogy a nehéz körülmények között helytállnak, hogy nem csak a gyógyítás nehézségei, hanem sokszor a társadalom feszültségé is ránk hárulva sem veszi kedvüket, amellett, hogy tovább tegyék azt, amit ma is önfeláldozó módon végeznek. Nagyon köszönöm polgármester úr és az önkormányzat, valamint a testület segítségét és támogatását, akárcsak ha arra gondolok, hogy a CT-hez a 20 millió forintos támogatásra, vagy akár arra, hogy a kulturált dohányzó helyet közterületen ki tudtuk alakítani a kórháznál, és nem a bejáratnál kell csoportokban dohányozni a munkatársainknak, vagy akár utalok arra, hogy a szakemberek megtartása vagy szerzése kapcsán a szakember lakás biztosításával is támogatja a munkánkat. És természetesen köszönöm valamennyi támogatónak és adományozónak az eddigi támogatást, hiszen ahogy meghirdettük annak idején is, ahogy a szlogenünk is szól, a Mohácsi Kórház a mi kórházunk. És ahogy tetszenek látni, ezt mi komolyan is gondoljuk, és így is gondoljuk. Természetesen ezután is Mohácsi Kórház volt, van, és lesz is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e kérdése valakinek a beszámolóhoz? Vélemény kíván-e nyilvánítani
amíg esetleg ezen gondolkodnak, azt szeretném elmondani, hogy februárban meghívásunkra városunkban járt Balogh Zoltán úr, az Emberi Erőforrás Minisztérium vezetője. Őt elvittük a kórházba, bemutattuk az ottani fejlesztéseket, és szóba sem került tehát az, hogy a Mohácsi Kórház léte, jövője az akár egy pillanatig is megkérdőjeleződne. Miniszter úrral a jövőről, a kórház jövőjéről beszéltünk. Ugyanez történt néhány nappal később, amikor Zombor Gábor egészségügyi államtitkár járt városunkban, és a rehabilitációs fejlesztés átadását tette meg. Egyébként a kórházban mintegy 2,5 milliárd forintos beruházási program zajlott le az elmúlt időszakban. Ugye 2012. május 1-től a kórház állami fenntartásba került. Ennek ellenére ugye az önkormányzat által indított programokban, amennyire szükséges volt és szükséges, azután is részt vettünk és részt veszünk, ezek megvalósítását támogatjuk. Tehát egy sem a szakmában, sem másút soha fel sem merült az egy pillanatig sem, hogy a Mohácsi Kórház tevékenységét akár radikálisan csökkenteni kellene, vagy ne adj Isten bezárni, úgyhogy ezt a Jobbik részéről egy rosszindulatú rémhírkeltésnek tartom, egy bajkeverésnek, amire innen is felszólítom őket, hogy tartózkodjanak ettől. Ha nincs további hozzászólás igény, akkor kérem, szavazzunk, tehát aki elfogadja a beszámolót, az kérem jelezze készfeltartással. Köszönöm, egyhangú volt a szavazás. Szavazás után még szeretném azért elmondani, hogy elég komoly erőfeszítéseket kell tennie a kórházi menedzsmentnek azért, hogy egyébként a kórház pénzügyi stabilitását, gazdasági helyzetét, működőképességét fenntartsa. Ebben a helyzetben is még relatíve a Mohácsi Kórház a jobban működő egészségügyi ellátó intézmények sorába tartozik. Következő napirendünk az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya megyei szervezetének tevékenységéről szóló beszámoló. Én köszöntöm Milik Györgynét, a szervezet helyi képviselőjét, és Rónaki Antalnét, a megyei szervezet képviselőjét. Parancsoljon, úgy tudom, kíván kiegészítést tenni a beszámolóhoz. Amíg ez megtörténik, addig annyit szeretnék csak elmondani, hogy a pénzügyi bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Parancsoljon. Tisztelt képviselőtestület! Horváth Lászlóné megyei elnök nevében és az Egyesületünk nevében köszönjük azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amelyet a 2014-es évben kaptunk önöktől. Külön köszönjük polgármester úrnak az együttműködő támogatását, amelyet szintén a 2014-es évben kaptunk ahhoz, hogy Egyesületünk az alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően tudjon tevékenykedni. Ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy Baranya megyében egyedül Mohács városában működik fogyasztóvédelmi tanácsadó iroda a hét egy napján, amikor is a lakosok, a polgárok felkereshetik Milliknél Marikát, aki készségesen ad tanácsot, ha vásárlással, szolgáltatással kapcsolatos bármiféle problémájuk van a lakosoknak. Ezt az utat szeretnénk folytatni a 2015-ös évben is, kiegészítve azzal, amit most elmondanék önöknek, hiszen a 2014-es évi beszámolónkban ez nem szerepel, hogy a Magyar Nemzeti Bank pályázatot írt ki civil szervezetek részére 2015 éves évre vonatkozóan a deviza és a deviza alapú hitelek elszámolásával és a forintosítással kapcsolatban. Erre egyesületünk is pályázott, és nyertünk is ilyen pályázati pénzt. Munkatársaink közül ketten vizsgát tettek ebből, és így lehetőségünk nyílik arra, hogy a megye településein tájékoztatókat, segítséget nyújtsunk azoknak a
lakosoknak, állampolgároknak, akik ezt igénylik. Március hónapban Mohács városában is tartottunk már ilyen tájékoztatást nagy érdeklődéssel. Miután ez december 31-éig tart, ezért mi továbbra is felajánljuk önöknek, akár kisebb közösségekben is, hiszen most már az elszámolásokat, a forintosítást lassan-lassan megkapják az állampolgárok, akik érintettek ebben, hogy további segítséget tudunk nyújtani, beszélgetéseket, esetleg arra vonatkozóan tanácsot adni, hogyha az elszámolással kapcsolatban, forintosítással kapcsolatban valamit nem értenek, vagy panaszuk van, segítséget tudunk megnyújtani a panaszoknak a megírásában, további beszélgetésekre tudunk segítséget nyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Kovács László képviselő. És hanem megint a tévénézőknek a tájékoztatása, tehát minden héten, szerdán délelőtt itt az önkormányzatnál van fogadás, ugye? Köszönöm. Tehát kérdés van-e, véleménynyilvánítás? Amennyiben nincs, úgy köszönjük a beszámolót. Ugye itt is szeretném megemlíteni, hogy nemrég kaptuk meg a Fogyasztóbarát település címet, amit én hasonlóképpen abba a sorba teszek, mint a város közbiztonságának a helyzetét, tehát ahhoz, hogy egy település minél élhetőbb legyen, ahhoz nem mellékes a fogyasztói környezet sem, és ebben nyilván a Fogyasztóvédelmi Egyesületnek, az Egyesület munkatársainak jelentős szerepe van. Köszönöm az önök segítségét, hogy Mohács ezen a területen is az élen járó települések sorába tartozhat. Akkor kérem, aki a beszámolót elfogadja, jelezze készfeltartással. Köszönöm szépen, egyhangú volt a szavazás. Köszönjük szépen.